Tisztelettel köszöntöm a Frankó TV nézőt. Remélem, hogy már harmadszor nem kapok pesgőfürdőt. Remélj. Hátra nézek. Kovács Zsolt itt nem merik, mert itt van rajtad ugye a talizmán, igen, öltöny. Elárultál mást is, de ezt most talán a képernyőben is elmondott, hogy az öltözéket teljes mértékben talizmán, mert nem vetetted le. Hát nem, hogy levetettem, igen. Tehát babonás vagyok nagyon, és mióta tart ez a veretlenségi sorozatunk, tehát ugyanabba a nadrágba, ugyanabba a ingba, ugyanabba az akóba és cipőbe, zokniba járok meccsre, úgyhogy ez ilyen babona, és egyenlőre bejött, úgyhogy reméljük most. Habár most már változtatok, mert ma bajnokság megvan, tehát most már lehetőség van rá. De igen. Babonából így volt, igen. Ugye visszatérünk a aranyhoz, ez valójában ez a csapat talán kötelező, hogy megnyerte, még akkor is, ha ugye veretlenül egyelőre úgy igen állunk, még van hátra három meccs, hát remélhetőleg, ha nem is kilencet, de hetet behúzunk belőle, bár legyen kilenc, de ez a csapat azért meg kellett, hogy nyerje ezt, mert valójában ugye tudjuk, hogy két évvel ezelőtt már a harmadik ligára készült ez a csapat, tehát ilyen értelemben a kötelezőt hozta. Persze nem akarom ezzel minősíteni a csapatot, tehát még a bajnokságot, de azért nagyon nehéz így megnyerni a bajnokságot, hogy mindenki azt várja, hogy az összes meccset 2-3 góllal hozzátok be. Igen, így ahogy mondtad, tehát ez a csapat, igen, ez évek óta, ugye, amit említettél, hogy készen volt a harmadik ligára, de azért azt tudni kell, hogy azért abból a csapatból páron elmentek. Tehát egy Prágói Gyuri, és meghatározó emberek, Prágói Gyuri, Gányovics Erik, a Kolyo Matic, ugye, akkor a Branyo Spasojevic, a szerb srác, tehát azért ők ebbe a Cingi, Markó, és ők azért ebbe a harmadik ligában is meghatározó embereink voltak. Az egy dolog, hogy amit említettél, tehát azért tisztában voltunk, meg tudta mindenki, hogy milyen erősségű ez a csapat, de mindig az a legnehezebb, amit említettél, és hogy a kötelezőt hozni. És mivel nagyok elvárások, tehát ezt a fiúk nagyon jól bírták, ezt a nyomást, ezt eredménykényszert, amit említettél, tehát ez a legnehezebb mindig. Tehát hál' Istennek sikerült, úgyhogy edző munkája benne van mindenki, tehát azért aki fociba dolgozik, azért nem egy olyan egyszerű, amit mondtál is, hogy állandóan hozni eredményeket, mindenkinek megfelelni, sőt, amit mondtál, ha ma két góllal nyertünk, vagy vezettünk, már akkor is elégedetlenek voltak a szurkolók is, bizonyos hangok voltak mindig, de ez így természetes, ez jó is így, mert ezek a dolgok visznek bennünket előre, úgyhogy nincs ebben semmi probléma. Hál' Istennek sikerült, uraj voltunk a helyzetnek egész végig, tehát magunk kezében volt a sorsunk, és hál' Istennek a csapat bebizonyította, hogy mire képes, úgyhogy bízok benne, hogy jövőre is ezt a szériát tudjuk folytatni minél hosszabban, úgyhogy majd meglátjuk. Hát ezt kívánok, sok erőt, egészséget, egy jó bősi pályát. Hát igen, a hétközi riportot, amit készítettél, már ott már beszélgettünk erről, igen, most már tényleg az is megoldódik lassan, úgyhogy bízunk benne, hogy a csapat is egyben marad, ez a legfontosabb, hogy azért próbáljuk egybe tartani a csapatot, sőt egy-két poszton azért erősíteni szeretnénk, de ez az jövő zenéje, de a munka majd most kezdődik, tehát azért nem lehet megállni és hátra tenni a kezünket, hogy most itten hátra dőlni a karosszékbe, úgy, ahogy mondják, és itt most már minden magától jön. Azért nehéz lesz már ezt, emberek is mindenki megszokta, hogy automatikusan már most két éve jönnek eredmények, és majd ez lesz a legnehezebb, és majd akkor mutatja meg szerintem a csapatnak erősségét, ha jön egy-két pofon is esetleg, és hogy akkor abból hol tudunk felállni, vagy hogy tudunk tovább lépni, úgyhogy. Hát valójában ugyanúgy, mint ma, hogy kaptatok egy pofont 0-1-re, nem játszott jól a csapat 40 percig, és aztán mégis valahogy behúzta, és maga javára fordította a derbit, úgyhogy ilyen meccseket kívánok a harmadik ligában, és mindig csak egy góllal lőjetek többet, mint az ellenfél. Face, mondhatom ezt. Igen. Kovács Zsolti, gratulálok a csapathoz. Köszi szépen.